nem csak az oltási programokat, de az embereket is összezavarták az AstraZeneca mellékhatásaival kapcsolatos hírek. A neves német pszichiáter és szorongáskutató szerint az emberek most azon a ponton vannak, amikor jobban tartanak az oltástól, illetve mellékhatásaitól, mint a vírus okozta megbetegedéstől. Ha egy újfajta fenyegetéssel nézünk szembe, akkor jobban félünk, mint egy olyan helyzetben, ami bár veszélyes, de már volt dolgunk vele, mondja a professzor. Egy évvel ezelőtt az új veszély a koronavírus volt. Aztán szép lassan hozzászoktunk, és a kockázatértékelésünk félig meddig normálissá vált. Most az oltásoktól tartunk, mert ez új. Ebben az is szerepet játszik, hogy aktív résztvevői vagyunk a félelmünknek, hiszen nekünk kell felkerekednünk és elmenni valahova az oltásért. Ez a mi döntésünk, nem más hozza meg helyettünk. Ha elkapjuk a vírust, azt tekinthetjük sorszerűnek, de ha az oltással van gond, akkor azért magunkat okolhatjuk, hogy úgy mondjam. Új és korábban nem tapasztalt fenyegetés esetén az emberek ösztönösen félelemmel reagálnak. Ilyen esetekben a logika szabályai már nem érvényesek, és ez téves kockázatértékeléshez vezet. Két rendszer van az agyunkban, nevezetesen a félelemagy, ami egyszerű és primitív, körülbelül egy csirke szintjén van, és nem alkalmas statisztikák feldolgozására. És ott van a racionális agy, ami érti a számokat és a statisztikákat. Egy bizonyos idő után a racionális agyunk kerekedik felül, ami azt jelenti, hogy körülbelül egy hónap múlva a mellékhatások miatt izgalom jelentősen csökkenni fog, teszi hozzá a professzor. Az agyunk félelem központja ugyan nem fogékony a statisztikákra, de megnyugszik, ha minél több olyan embert lát, akit beoltottak úgy, hogy nem volt semmilyen mellékhatás.